Álomszerűen indult a mérkőzés a vendégek számára, a Kisvárda első három lövése a fehérvári kapuban kötött ki, így a 12. percben 3-0-ra vezetett Erős Gábor együttese. 6 perccel később már csak egy gól volt a Várda előnye, majd az 59. percben kiegyenlített a házigazda. A folytatásban a MOL-Fehérvár FC még 2 gólt szerzett, így a Kisvárda a jó kezdés ellenére pont nélkül távozott a Sóstói stadionból. Nagyon örültem természetesen, hogy így kezdtük a mérkőzést, hiszen ezt beszéltük meg, hogy szeretnénk meglepni a Fehérvárt, hogy nehogy azt gondolják, hogy mi telegatyával fogunk fellépni a Sóstói stadionban, és ezt úgy érzem, hogy sikerült is. A problémát az jelentette, én 3-0 után is kiabáltam, hogy még nincs ez a mérkőzés megnyerve. A problémát az jelentette, hogy amilyen gyorsan megszereztük az előnyünket, sajnos szinte ugyanolyan gyorsan is visszahoztuk a mérkőzésbe a Fehérvárt, hiszen hatalmas egyéni hibákat követtünk el a gólok előtt, és ez meg is bosszulta magát, hiszen 3 vagy 4 perc alatt ugye visszajött a Fehérvár a mérkőzésbe, 3-2 lett hirtelen, sőt volt nekik egy meg nem adott gól, ami nagyon minimális lesálláson múlott. Úgyhogy ez volt a nagy probléma, hogy tényleg nagyon-nagyon hamar, tehát ha kibírtunk volna a 3-0-as előny után egy 10-15 percet, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy lecsorgott volna szépen a mérkőzés, és egy teljesen más forgatókönyv lett volna. A Kisvárda nem csak 3 pontot veszített Székesfehérváron, hanem egy játékost is. Ettől függetlenül a vezetőedző már előre tekint. Most kell majd megmutatni, hogy valójában milyen sportemberek vagyunk. Hát nem arról beszélünk, hogy elveszítettünk egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy Fehérváron ki lehet egyébként kapni, csak nem ebben a formátumban. Tehát, hogyha azt mondják, hogy kikap Fehérváron, játsz egy jó mérkőzés, szerintem az benne van a pakliból, de az, hogy 12 perc után vezet 3-0-ra, és 3-0-ról 5-3-ra, itt azért halkan megjegyezném, és ami nekünk egy picit duplán fájó, nem is picit, hogy a kiállítás és a 11-es az én számomra erősen véleményes, de a nagyobb probléma a kiállítás, hiszen eddig sem voltunk sokan, most megint elveszítettünk egy belső védőt, tehát igazából ez nem segített. A forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd Gyirmót 1-0, Debrecen Zalaegerszeg 0-0, Budapest Honvéd Paks 1-1, Újpest MTK 2-0, és Puskás Akadémia Ferencváros 2-2. A tabella élén a Ferencváros áll 53 ponttal, megelőzve a 46 pontos Puskás Akadémiát és a 45 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szombaton a 10. Mezőkövesdet fogadja.